Jó reggelt kívánok! Tisztelettel, szeretettel üdvözlök mindenkit! Különös szeretettel és tisztelettel ajánlom ezt a videót kedves Amnézia, ez a neve, felhasználói név, nevű nézőmnek, feliratkozómnak, aki elég gyakran kommentel, és ő kérése volt, hogy az ő kérése volt az, hogy készítsek egy strapacskát. Hát ugye strapacskáról mit kell tudni? Hát majd mindjárt addig elindítom, ugye kell a... Hát elég sok kövér volt ezen a szalonnán, de semmi probléma. Kisütjük. Oké, szóval először ide rakom a kövért. Ezt nem rakom még bele, mert félek, hogy nagyon kiszárítom. Főző vízbe teszek jó fél evőkanál sót. Nem olajat, hanem egy jó evőkanálnyi kisütő, tehát ez azt hiszem ez szalonnazsír. Disznózsírt. Kedves hölgy panaszkodott, hogy neki állandóan szép megy a strapacska, amikor készíti. Hát én se csináltam még. Bár én már ettem, Texasban, San Antonioban Tantusz nicknévvel, ugye fenn van a neten, nem tudom, ő is nézi a videóimat, akit szeretettel üdvözlök, és önállok ettem először ilyesmit. Mi kell hozzá? Hát krumpli, liszt, ez túró, ha hiszitek, ha nem, ez jutúró, tejföl, só, bors, egy kevés, kettő darab tojás, apróra a food processzorra leőrölt töpörtyű, és már nekem volt itt egy kis szalonnám, amit szintén a food processzorral jó apróra összevágtam. Ezen kívül kell egy jóképű reszelő, aminek ezt a ami a citromhéjat szoktad reszelni, ezt a felét fogjuk használni, nem ezt a nagyot, semmi mást. Szóval, de azt hiszem ezen is szoktad citromot, teljesen mindegy most. Szóval ezt az apró lyukú reszelő oldalt fogjuk használni. Ezen kívül kell egy jó pofa nokedli szaggató. Azt hiszem mindent elmondtam, hogy mi fog kelleni. A megpucolt krumplit vízben tartottam, hogy ne barnuljon meg. És van egy trükkje, amikor reszeled, hogy akkor se barnuljon meg, majd fogom mutatni. A szalonnára odafigyelünk. Nem feledkezünk meg róla, mert akkor ugye meg tud égni. És akkor, ugye, mint mondottam, ezen az apró lyukún nekiállunk, és na, hogy áll a display pillanat? Igen, lehetőleg ne a lábaimat és ne a hasamat mutassam. Szóval, mit kell, mit illik tudni a strapacskáról? Hát ez egy nagyon viszonylag régi, tradicionális étel. A felvidéki magyarok és hát a szlovákoktól ered. És ezt reggelire ették, képzeljék el. Jó pár videót megnéztem szokásom szerint, mielőtt nekiállok bárminek is, én általában megnézek, különösen az olyan ételeket, amit még nem csináltam, nem készítettem az előtt soha, és hát ilyen nagyon jó pofa nemzeti viseletbe öltözött, magyar nemzeti viseletbe öltözött asszonykák készítették a hatalmas mennyiséget. Ugye valamilyen vásár volt, és ott mutatták, és hát ugye ott elmondta, hogy van káposztás változat, lehet használni tehéntúrót, szóval nem kimondottan muszáj használjad a jutúrót. Ránézünk a szalonnára is közben. Köröm hamar ott marad, vigyázol. Igen, ezt bár is kiszedem.
Ugye, mint mondtam, a kövérjét, hú, ez vizes volt ez a kanál, kövérjét sütöttem ki először. Nem akartam, hogy kiszáradjon az a kevés kis sovány rész. Nem tudom, ezek mit képzelnek magukról, hogy hájat adnak el szalonna helyett, vagy mit képzelnek. Ugyanazért a pénzében, a normális békent. Itt is vannak problémák ilyen téren. Jó, és én külön, hát ezt mások nem így csinálják. Külön én ezt nem sütöm agyon, ezt hagyom egy kicsit puhábra. Amint kicsapódott belőle a víz, ezt is kiszedem, mondom, ezt nem sütöttem agyon. A ropogós szalonna rész az már van, ez majd a tetején lesz. Végül is majdnem, hogy csak dekoráció, de hát majd mutatom, jó? Miről beszélek. Még mielőtt nagyon elkezdene barnulni a krumplink, már is teszünk rá egy kis lisztet. A krumplit nem csavarjuk ki, ugye? Ezt nem kell, hogy mondjam. Az előző videó egyik beíró hölgy kérdezte, hogy mi az a szörnyű hang a háttérben, hogy döglődik valami masina, vagy mi. Hát nem, sajnos a kutya, a feleségem, úgymond az ő kutyája, a Missy, neki vannak ilyen aszmás rohamai, sajnos, és őtől származik az a fuldoklásszerű, nagyon kellemetlen, nagyon rossz hang, nem tudunk vele mit csinálni. 14 éves kutya, amit tudunk, adunk neki, persze orvos látta már, mondanak olyan is a szív problémák, mit tudunk, de hát ez már így marad, és hát van egy olyan érzésünk, hogy sajnos hamarosan meg kell tőle váljunk, amit mi halogatunk, de van egy emberiességi szempontja is ennek a dolognak, hogy egy állatot nem hagyunk szenvedni, ugye, és hát majd nem is szeretek erről beszélni, mert már a másik kutyám is öreg, szóval meg altatás lesz a vége rövid időn, rövidesen, hát nem tudom, meddig tudjuk ezt, meddig szenved, vagy mi az a határ, ami elviselhető, el fogjuk vinni újra orvoshoz, szóval mi gondoskodunk az állatainkról, de van egy pont, amikor már sajnos az van, hogy nincs tovább. Gyerekek, én nem látok túl nagy különbséget azzal, hogy én leszórom, és szerintem ugyanúgy barnul. Hát csak legfeljebb nem annyira lesz sötét. Most ugye itt a bekeverési arányok, tehát én csak ilyen lábjegyzetet csináltam. 1 kg krumpli esetén 2 tojás, 45-50 dek a liszt, 30 dek a túró, 20 dek a szalonna, só. Másik változat, ezt csinálom most én, illetve nem egészen, 60 dek a krumpli, 2 tojás szintén, 35 dek a liszt, 10 dek a szalonna, 20 dek a túró és tejföl. Annyi a különbség, hogy én használok 80 dek a krumplit és 40 dek a lisztet. Egyébként a többi nagyjából ugyanaz. Hát ezekből, hogy mennyit raksz, azt te döntöd el, mennyi tejföl, túrót, szalonnát, stb. Azt te majd eldöntöd saját magad, a két tojás az marad. Bár a felvidéki asszonyok nem tettek bele tojást érdekes módon, nem tudom, hogy mi tartotta akkor össze a strapacskát. Szerezésről, tehát ne felejtsük el a szalonnasós, tehát de kell bele só egyébként. Egy olyan fél evő kanálnyit tettem bele, és hát egy jó tejás kanálnyi fekete bors, ennyi az egész. Van, aki még reszel bele fokhagymát. Ugyanakkor beletesszük a két tojást. Én nem bízok abba, hogy nem teszek bele a tojást, és akkor szétmegy nekem. Akkor egy ilyen nokedli sűrűségű masszát fogunk készíteni. Néztem ott a videókat, és az egyik videónál volt egy beíró, aki azt kérdezte, hogy
hogy a túrót miért nem a tésztába, vagyis hát azt a túrót ide, hogy ebbe tette bele. Hát gyerekek, egyik videón se tették bele. Szóval megnéztem. Jó, és akkor figyelembe kell venni azt, hogy a krumpli ugye nem lett kinyomkodva. Tehát a maga a krumpli is engedett vizet. És ezt tökéletesen el kell most keverjük. Én úgy veszem észre, vagyis úgy érzem, hogy ehhez még kell liszt. Nem lehet túl keményre se csinálni, de túl hígra sem. Aztán majd teszünk egy próbát, jó? Tehát nem fogom azonnal az egészet kiszaggatni, hanem próbálok majd ilyen vizes deszkáról, így késsel, úgy is csinálják egyébként. Tehát csinálják ezt, volt ilyen nagy rosta, és akkor nagy fakanállal, mint lapát, azzal a üstbe szaggatták. Szóval ez sokféleképpen lehet. Jó, ebben még teszünk lisztet. Elvileg az egész lisztnek el kéne fogyni, hát ebben én nem vagyok biztos, de lehet, hogy úgy van. Most jön egy érdekes rész, kedves amnézia, hát egy és kettő evőkanál zsírt teszünk ide. Könnyebb lesz szaggatni, viszont semmiféle problémát nem okoz. Jól elkeverjük, és szerintem ez így van, ahogy van. Mondom, majd egy próbát csinálok. Teljesen megfőzök. Egy jó merőkanálnyit, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ha nem jó, ez ki lehet sütni prószának. Hát akkor nézzük, miből élünk. Először egy keveset fogunk, próbát csinálunk. Ezt amnézia neked is javaslom. Okay. Szóval ilyen kis hosszúkás galuskákat készítünk először. Majd vigyázni kell az aljára, ne ragadjon le. Ez ugye a régi hagyományos módszer. Már ezt mindjárt elmosom. Itt javasolták, hogy mozgassuk meg, mert oda tud ragadni az aljára. Na nézzük, szétem egy. Azt mondja, hogy miután feljöttek a strapacskák a tetejére, még utána 5 percig főzzük. Én úgy vettem észre, hogy eléggé még képlékeny, tehát még igaza lesz a recept, valószínűleg tudjátok, mint a franc szórakozik. Szóval az összes lisztet bekeverem, kicsit keményebbre. Megnézzük. Nem tűnik túl rossznak, így elsőre. Na látjátok, azért úgy eléggé rugalmas, de szerintem kellett az a liszt még a következőhöz. Újabb próbát csinálok, gyerekek, elnézést, de én se, ezt még nem csináltam. Nokedlit tudok, azzal nincs gondom. Én se csináltam még, fölmelegítem újra a vizet, fölforralom. Nézzük meg, milyen íze van. Sótlan, még jól megnéztem, nagyon sótlan, és nem főtt át teljesen, nyers a belseje. Rendkívül sótlan, tehát több só kell. Lehet, hogy még visszateszem egy picit. Most már egy újabb 5 perc eltelt, és már remélem, hogy jó lesz. Úgy értem, hogy átfőtt, széjjel nem ment jobban. Nem hűtsük le, nem mossuk le, azt mondja a recept. És fogok csinálni egy újabb, ugyanennyi próbát, amihez hozzátettem a lisztet abból is. Ezek a sűrűbbikből.
néz ki, hogy ez már jobb lesz. Na most ugye óvatosan megmozgatjuk. És előszörre mindig letapad az aljára. Na. Amnézia, mi a te rendes neved? Hát, nekem az olyan nehéz így kimondani. Egyszer volt egy chat, ahol én chatteltem régen, nem is tudom, mi volt a címe. És azt a nevet adtam magamnak, hogy Mr. Paraszt, és akkor... rám jellemző név. És hát, problémáik voltak vele, mert hát a paraszt, az ugye szitokszónak számított. Aztán hát, szóval, hogy hívja, de hogy mondjam én neked, hogy az, hogy paraszt? Hát, szóval, na, ez, én így vagyok most a amnéziával. Ja, na, nézd meg. Ezt egyébként most a te kedvedért csinálom. Na, szépen beírtad is. Mondod, kísérletezel, imádja a férjed. Figyelj ide, kövesd a videót és nézd oda, nem ment szét. Pedig még nincs is megfőve rendesen. Nem ment szét, úgyhogy a továbbiakat majd a szaggatóval fogom. Ezt én tanulva az előbbi esetből 10 percig főzöm így lassan, nyugodtan. 10 perc. Alakul, ugye? Felsoroljam az összes nicknevemet, amik voltak. Nem nicknevek, egész gyerekkoromtól. Gúnynevek, becenevek, és... és majdnem mindig találó volt. Hát szóval volt, hívtak úgy, hogy húgyos. Nem tudom, ezt kimeri bevallani, hogy hát, hogy behúgyozott. Jó, annak megvolt az oka, de hát húgyos, kész. Nem részletezem ki, gondolom sejti, de egy jó darabig. Tovább mind, ahogy kellett volna, egy normál esetben, szóval húgyos, pisis. Utána jött, hogy Pej-Pej Joe. Pej-Pej az, hogy mindig szerettem lövöldözni. Aztán Zorro. Én voltam a Zorro. NDK-ban úgy hívtak, hogy beszártak. Mongo Jerry. Nem tudom, hogy miért. Ez volt. Mongo Jerry. Aztán később katonaságnál ott aztán nem volt semmi. Ott nem volt semmilyen ilyen említésre méltó név. Mondjuk volt egy szemétláda, vagy mit tudom én esetleg, de... Aztán később lettem Magyar Bika. Aztán kész, ennyi volt. Aztán ennyi. Több nem volt. Tudjátok, mit gondolkodok, hogy nem így kéne megcsinálni az egészet ilyen... ezekben a méretekben. Mi a véleményetek? Na nézd, nem megy szét, látod? Nem megy szét. És ez jóval rugalmasabb. Na majd még ott van az előző főzet. Nézd oda. Ott van az előző főzet. Mellé fogom ezt tenni, és megkóstolom külön-külön, hogy melyik. Nyilván, hogy ez lesz a jobb. 10 perc letelt, kérem. Kiszedjük. Így a szűrőkanálból, ami kijön, na látjátok a különbséget? Na megint köhög a kutya, halljátok? Sajnos. Nagyon szomorú vagyok miatta. Nincs segítség, az a baj. Nem tudsz vele mit csinálni. Nagyon szomorú vagyok, és egyre inkább most már jön el az a idő, hogy el kell döntsük, hogy mi legyen. Hát ez nehéz döntés. Volt a harmadik kutyánk, gyerekek. Rambó. Hát én úgy sírtam, mint egy taknyos gyerek, mikor elaltották. Na nézzük a különbséget, ez még a régebbi. Igen. Átfölt a belseje, tovább, ugye ez volt a sótlan, ez a második főzet, próba. Amnézia, figyelj. Forró volt. De így a jó. Szóval jó. Még egyszer. Lehet látni? Lehet.
ez így jó. Oké, és akkor hadd szóljon. Hagyományos módon, ugye, nokedliként kiszaggatjuk szépen. Nem, hogy fog, ki fog menni ezen a lukon, basszani. Megy, jó. Ja, átmegy rajta. Ez egy túl apró lesz most meg. Na nem. Följön, jó van. Na hát szóval kiszaggatom az egészet. Érted, ezt kétszerre fogom kifőzni. És a végén mutatom a tálalását. Csak a kóstolását. Még egyet teszünk. Megkóstoltam jó 5-6 perc, majdnem, mert lehet, hogy 7 is, 7. Tehát a 7 percig főztem, megkóstoltam, én úgy találtam, hogy jó, kiszedjük, bekapcsolom, és nem mossuk le, szóval jól lecsurgatjuk, nyugodtan. Jó néz ki. Remélem jó a kép, ez fontos. Itt egy kicsit összeragadt, semmi baj. Hát szóval így próbáltam megmutatni. Egy nagyon népszerű étel és nagyon finom, mondom, én már szerettem ilyet. Nagyon finom volt. Már rég készültem rá egyébként. Akkor beírom ki, mondja, hogy strapacska. Nagyon betalált, mert már megvolt a túró. Szóval én egyébként is csináltam volna, akármilyen hihet. Lehet, hogy most nehéz elhinni. De azzal, hogy még kérték is, hát ezzel még hozzásegítettek. Na, még a többit is majd kiszedem mindjárt. Nos, ugye, mint mondottam, nem mostuk le, csak leszűrtük. Na most itt jön az, hogy ne sajnáld, hogy a jó 3 evőkanálnyi kisütött szalonna zsírral szépen óvatosan átkeverjük. A strapacskánkat. Hát ez nem egy diétás kaja. Ugye azt mondta ott az öreg, hát idős hölgy, hogy ezt ők arra, nem lett krémszerű, tehát teljesen nem málik szét, kemény. És hát ezt reggelért csinálták, el tudom képzelni, hogy milyen korán felkelhettek. Na most, ugye most nyer értelmet az, hogy miért őröltem le ezt a töpörtyűt. Ugyanis ezt is belekeverem magába, ebbe a tésztába. Így. Úgy értem, hogy az egészbe. Oké. Okay. Innentől aztán már, ugye, mi van zsírva rajta, ki van zárva az, hogy összeragadjon. Hát majd, ha lehűl, hogy egybe, de ha megbelegíted, akkor természetesen jó lesz. Na, szedünk egy kicsit, mert már csurog a nyálam. Na, jó reggelt kívánok, másnap vagyunk. Ugye milyen meglepő? Hát tegnap ugye itt volt az a, amire én azt hittem, hogy a sajt meg szétszedtem, és kiderült, hogy az krémsajt. Szóval azóta, ugye ki lett korrigálva a dolog, úgyhogy itt van a túró. Hát nézzük. Én tegnap már ezt megkóstoltam feleségem is, rendkívüli módon íz lett mind a kettőnknek, úgyhogy most reggelire fogok ilyet enni. Hát, ők is azt mondták, hogy reggelire eszik. A videón nézte, azt mondta, hogy reggelire eszik. Szóval, ja, akkor tegyünk rá sajtó, túrót, eltesszük. Előételként is jó ez, vagy főételként is. Tehát
kétféles a túró egyébként, kecske és jutúró. Úgyhogy... azt hiszem ennyi elég is lesz. Igen. Aztán teszünk rá egy kis darált töpörtyűt. Én teszek rá, én. Ők, mások nem szokta, én teszek rá egy kis vágott petrezselyemzőgyét, pár szem vágott hagymát, és ebből a szalonnából, csak így meghintem, szalonna és töpörtyű keverékével meghintem, kérem. Strapacska Jani módon elkészítve, jó, várjál, nincs vége. Itt megkérdezitek, hát és hol marad a tejföl? Hát itt van. Igen. És akkor így. Véleményem szerint nagyon jó néz ki. Az íze nagyon finom, én már mondom, tegnap megkóstoltam. És hát ugye ezt összekeverjük egy kicsit. És azonnal kóstolom, föl van melegítve. 2-3 napig is lehet enni. Na nézzük, nézzük miből élünk. Hát az ögyöm. Tegnap óta ugye ez a szalonna, amit ugye berekevertem, kioldotta a ízét. Átvette ugye a nokedlis. Még jobb lett. Hát gyerekek, ennyi volt. Hát ezt nem készítitek el, én nem tudom, mit csinálok tényleg. Próbáltok ki, jó? Próbáltok ki. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Hát higgyétek el, ilyen sokszor mondom, akkor az úgy is van. Amnézia. Amnézia. Nem tudok más nevet mondani, csak amnézia, mivel te kérted, hogy ezt mutassam be. Így sikerült. Hát te ugyanígy fogod csinálni, és követed a videómat, neked is így fog sikerülni. Ami ez kis türelmet, kitartást, ne add fel, mert ha a férjed ezt szereti, akkor ezt meg kell neked csinálni. Mindenképpen. Oké? Okay? Sok sikert kívánok hozzá, és köszönöm mindenkinek, hogy megnéztétek a videót. Szóval találkozunk, mert nem tudom, hogy mikor. Most munkás napok következnek, úgyhogy ma jelentkezem. Alright, szevasztok, jó egészséget, bye bye.